50 éve történt a müncheni terrortámadás. Az 1972-es olimpián a palesztin Fekete Szeptember terrorista szervezet tagjai két izraeli sportolót megöltek az olimpiai faluban, az izraeli küldöttség több tagját pedig túszul ejtették. A terroristák repülőgépet és szabad elvonulást követeltek, a német rendőrség mesterlövészei azonban a Fürstenfeldbrücki repülőtéren megpróbálkoztak a túszók kiszabadításával. Lövöldözés tört ki, amelyben több sportember és terrorista, valamint egy német rendőr is meghalt. Gábor Bence a Nyugat-Berlin számára sugárzó SFD munkatársaként dolgozott az olimpiai faluban. A most 86 éves férfi azt mondja, a stúdiójuk majdnem épp szemben volt az izraelieknek is szállást adó épülettel. Azonnal feltettek egy kamerát a tetőre, így látták, ahogyan egy állarcos terrorista kijár az egyik erkélyre. Ezután viszont valakinek eszébe jutott, hogy az ő jelüket bekösse a helyi kábel tévébe, így a terroristák láthatták saját magukat a képernyőn, és pontosan tudták, hogy mit tudnak róluk. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy döntött, hogy az olimpiát nem szakítják félbe, a versenyek folytatódtak, így a sportolók másnap is versenyeztek. Természetesen vége lett az addigi vidám hangulatnak, de a sportolóknak van csőlátásuk. Mindenki végigcsinálta a saját versenyét, a televíziók meg közvetítettek, idézi fel a szemtanú. A német állam néhány napja jutott megegyezésre az áldozatok családtagjaival. Ennek értelmében a szövetségi állam Bajorország és München elismeri felelősségét, és az eddigi kisebb összegeken túl további 28 millió euró kártérítést fizet.